Mikulás napi vásár lesz a Belvárosi Színházban. Jegyeket lehet majd kedvezményesen vásárolni. Orlai Tibor producer a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm. Ez egy elég eredeti kezdeményezés, tehát persze az ünnepek előtt meg különösen hasznos is, hiszen nyilván sokan ajándékba is inkább élményt adnának. Mikulás vásár alkalmával a színház produkciójára jegyeket lehet megvásárolni. Mekkora kedvezmény? Igen, hát ezt most már negyedik éve alkalmazunk, ezt a Mikulás napi vásárt tulajdonképpen december első hétvégére szoktuk szervezni, szombat-vasárnap, idén ugye december 6-7-e, ez a két nap. Mi is úgy gondoltuk, hogy a nehéz gazdasági helyzetben kevesebb pénz jut a háztartásokba, a kultúrába, és azért a színház jegy az egy jó ajándék lehet. És ezért vezettük be tulajdonképpen 4 évvel ezelőtt. Ilyenkor 30-50% kedvezménnyel adjuk a jegyeinket, gyakorlatilag február végéig a meghirdett előadások majdnem mindegyikére lehet kedvezménnyel ilyenkor jegyeket vásárolni. Nagyon nagy szeretettel várjuk a közönséget, és ez azért is izgalmas mindig ez a Mikulás nap, mert több száz emberrel találkozunk ilyenkor, és ilyenkor visszacsatolást kapunk az egész éves munkánkról, az új bemutatóinkról. És jellemzően olyanok jönnek, akik egyébként is sokat járnak a Belvárosi Színházba? Olyanok is, de nem csak. Tehát olyanok, akik ritkában járnak, vagy kevesebbszer tudnak színházba egyáltalán eljutni, és nagyon jó velük találkozni. Én mindig ezen a napon gyakorlatilag reggeltől estig ott vagyok ugyanúgy a jegyiroda vagy a pénztár környékén, mert úgy gondolom, hogy ilyenkor egyrészt jó, ha a gazda ott van, és segíti a munkát, illetve nagyon élvezem a találkozást. Mondjuk ebből, amit most mondott, arra következhetek, hogy elég nagy sorok lehetnek. Tehát azért szerencsére az ember szoktak többen lenni, és valóban volt már olyan, hogy bizony fél órát, 40 percet kellett várni, mire bejutottak, vagy a pénztárhoz jutottak, de próbáljuk elősegíteni azt, hogy oda szórólapokat adunk, milyen előadásokra, milyen kedvezmény, milyen időpontban kapható, hogy tudjanak választani, mire a pénztárhoz érnek. Az Orlai produkció az most már igazi védjegy lett egyébként a magyar színházi életben. Jól mondom, hogy alapvetően arra számíthat a néző, ha elmegy megnézni egy Orlai előadást, hogy ismert sztárokkal, színészekkel egy viszonylag könnyedebb, szórakoztató estében lesz része. Igen, részben így van ez, de tulajdonképpen nekünk nagyon fontos az, hogy mi mindig olyan témákat próbálunk felszínre hozni, olyan előadásokat próbálunk létrehozni, ami úgy érzem, hogy a fontos, tehát a társadalmat érintő kérdések, akár néha tabu témákat is, például a Happy Ending, az egyik legutolsó bemutatónk, amely a rosszindulatú betegségek kérdésével foglalkozik, vagy pedig most februárban lesz egy új bemutatónk, az Apa, amit Gáspár Ildikó rendez, és Lukács Andor, Hámori Gabriella játsszák a főszerepet, amely egy bohózat, tragikus bohózat, de azért az Alzheimer kérdéskörével foglalkozik. Tehát fontosnak tartom ezeket a másság kérdését, mert hogy ezekről muszáj beszélni, tehát hogy ezt a közönség szembe találkozom vele. Valóban mi széles közönség rétegnek próbáljuk a Belvárosi Színházba játszani előadásainkat, kb. 500 néző fér el, tehát hogy ez fontos. Viszont nem csak a Belvárosi Színházban játszanak, hanem vannak Orlai produkciók más helyszíneken is, például a Jurányi Inkubátorházban vagy a Spinózában. Ez így van, erre nagyon büszke is vagyok, hogy egyre több olyan stúdiószínházi előadást tudunk létrehozni, amely esetleg egy szűkebb rétegeti közönség rétevet érint, viszont talán mondhatom, hogy a művészszínházibb produkciók. Ebből ki kell emelnem talán a két utolsó bemutatót, egyik a Jurányiban játszott Megepultos naplóját, amely úgy érzem, hogy az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb, legérdekesebb előadása Ötvös András remeklésével, Gerlóczi Marcinak a könyvéből készült a színpadi adaptáció. A másik pedig a Spinózában több előadást is játszunk, de a legutolsó most a Kripli Mari, ami Jászai Mari életét dolgozza föl, és Lázár Kati személyesíti meg Jászai Marit ebben az előadásban. Mire készülnek nyáron? Feltehetően ez az időszak megint inkább a szórakoztató. Igen, de megint azt kell, hogy mondjam, hogy persze természetesen, a nyáron ugye nem mindig azért egy kicsit könnyedebb előadásokat hozunk létre, de az idei nagy bemutatónk, és ezt tulajdonképpen örömmel mondhatom, hogy itt jelentjük be először, a Her című musical lesz,
amelyet Mohácsi János rendez. Júniusban lesz a bemutatója, erre is lesznek kaphatók már a jegyek kedvezménnyel a Mikulás napon. De a HER azért az, én úgy gondolom, hogy nem csak szórakoztatás, mert borzasztóan fontos az üzenete a HER-nek. Megint egy feszült világban élünk, és mi ezért is vettük elő a HER-t. Nagyon fontos az a üzenet, a béke, a háború ellenesség, és azt hiszem, hogy Mohácsi János garancia arra, hogy ez fontos szerepet fog kapni ebben az előadásban. Kik játszák a főszerepeket? Szabó Kimmel Tamás fogja Berget megszemélyesíteni, de a főbb szerepekben látható lesz Nábodi Ádám, Lovas Rozi, Mátyási Bence, Radnai Csilla, Nagy Dániel Viktor, és hát mondom, Mohácsi János a rendező. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.